Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 horror játékot hoztunk el nektek, ahol ti játszhatjátok el a gyilkos szerepét. Here in Punch Bowl, experimental science and state-of-the-art technology create a futuristic paradise the likes of which have never been seen. Hurry up! I don't want to miss the hot chicks at the party. Ebben a videóban olyan kifordított horrorjátékokat fogunk bemutatni, ahol a játékosok kivételesen az áldozat helyett a gyilkos szerepébe helyezkedhetnek bele. Ti játszottatok már hasonló játékkal? Írjátok meg nekünk kommentben! Tizedik, Stabs the Zombie, Inrebel Without a Pulse. Need to make a quick getaway? The Punchbowl monorail is the best way to get around the city. Akár apokaliptikus disztópiáról, akár zombi gyilkolós csapatjátékról van szó, a piac annyira telített ezekkel a kannibál lényekről szóló játékokkal, hogy igazából nehéz egyet választani. A Stabs the Zombie azonban kiemelkedik a tömegből, és teljesen máshogy van felépítve, mint a legtöbb zombi témájú játék. Anyone else out of bullets? Yep. Van valami furcsán kielégítő abban, hogy nevelheted a saját zombi hadseregedet, és létrehozhatsz egy saját külön bejáratú világ végét. Mindezek mellett a játéknak hihetetlenül jó humora van, és egy percig sem lehet benne unatkozni. 9. Unfortunate Spaceman. It's cinnamon, guys. It's cinnamon. You just killed like 3 people. Az aszimmetrikus multiplayer játékok a fénykorukat élik, és rengeteg olyan játék jött ki mostanában, amivel halálra tudjuk ijeszteni a barátainkat. Az egyik ilyen játék az Unfortunate Spaceman, amiben csapatban dolgozva kell legyőznünk a fő ellenséget. És hogy mi a csavar? Az, hogy valójában a csapatunk egyik tagja a fő ellenség. Come here, master! Ha te kapod a szörny szerepét, hihetetlenül vicces végignézni, ahogy csapattársait próbálják összerakni a képet. Csak igyekezzetek visszatartani a nevetést, amikor végignézitek a pánikot és a gyanúsítgatást, amit ti okoztatok. Nyolcadik, Naughty Bear, Panic in Paradise. Az első Naughty Bear játék elég egyértelmű dizájn és technikai hibáktól szenvedett. A második rész, a Naughty Bear Panic in Paradise még mindig nem olyan tökéletes, mint szeretnénk, de a koncepció elég egyedi ahhoz, hogy ettől most el tudjunk tekinteni. Minden küldetésen egy másik medvét kell levadászni, aki valamilyen módon rosszul viselkedett, és ennek megfelelően meg kell őket büntetni. Néha egy specifikus fegyverrel kell harcolni, vagy egy különleges jelmezt kell viselni, vagy éppen egy barátjuk arcát kell magunkra ölteni ahhoz, hogy le tudjuk őket győzni. Hetedik, Friday the 13th, The Game. Hurry up! I don't want to miss the hot chicks at the party. A Péntek 13 talán nem a legszebben kivitelezett játék, de a maga módján így is beleillik a franchise nem éppen kifinomult stílusába. Ez a 2017-es játék lehetővé teszi, hogy Jason Voorhees valamelyik formáját felvéve levadásszuk a barátainkat. A játék debütálása óta a fejlesztő cég, az Illfonic, hozzáadott a játékhoz egy kihívás módot is, ahol a játékosoknak egy meghatározott technikával kell megölni az áldozataikat, így a játékot többször is újra lehet játszani. Ha szeretitek a Péntek 13 filmeket, vagy úgy általában a kaszabolós horrorokat, ezt a játékot nektek találták ki. No! 6. Death. Ha olyan többszereplős horrorjátékot kerestek, ahol inkább a gyilkosoké a főszerep, akkor a Depth egy jó választás lehet. A játékban két csapat van, a búvárok, akiknek annyi kincset kell összegyűjteniük, amennyit csak tudnak, mielőtt megszöknek, és a támadók, akik különböző képességű cápák bőrébe bújva kergetik a búvárokat, és ha megesznek egyet, új képességeket kapnak. A cápa szerepe talán könnyebbnek tűnhet, de egy nehezítés azért ebben is van. Ha túlságosan belefeledkezünk a tombolásba, gyorsan elfogyhat az életünk.
Ötödik, Plague Inc. és Plague Inc. Evolved. Halálra akarjátok rémiszteni magatokat? Ha valamiért ilyen vágyaitok vannak, akkor a Plague Inc-et nektek találták ki. A játék egy biológiai fenyegetésről szól, akinek meg kell fertőzni az emberiséget, és már biztosan kitaláltátok, hogy a szörny mi vagyunk. A játékosoknak meg kell fertőzniük a világot egy baktériummal, vírussal, gombával vagy parazitával, annak érdekében, hogy minél több embert elpusztítsanak. Szerencsére ez a játék viszont nem csak a pusztításról szól. A lényeg az, hogy okosan szabályozzuk a fertőzés mértékét és a halálozási arányokat, hogy egyszer és mindenkorra térdre kényszerítsük az emberiséget. Negyedik, Dead by Daylight. A Dead by Daylight az egyik leghíresebb többszereplős horrorjáték, és teljes mértékben kiérdemelte a jó hírnevét. Egyetlen egy másik játék sem tudott még felmutatni ennyi gyilkos karaktert egyszerre. Nem csak az eredeti Behavior Interactive által fejlesztett játék karaktereit irányíthatjuk ebben a játékban, hanem olyan híres horrorfilm szereplőket is, mint a Sikoly maszkos gyilkosa, Freddy Krueger, a Demogorgon, vagy akár Pyramid Head a Silent Hillből. És ami a legjobb, minden gyilkosnak egyedi képességei vannak, ezért ezt a játékot egyszerűen lehetetlen megunni. Harmadik, Bioshock 2. Look, Daddy, it's you. A Bioshock már önmagában is elég horror tartalmaz ahhoz, hogy felkerüljön erre a listára. De a Bioshock 2 még egy szinttel magasabbra tudta tenni a borzalmakat. Ebben a játékban egy teljesen új sztorit kapunk, és végre Big Daddy szemein keresztül is megélhetjük a történteket. Emiatt pedig teljesen más szemszögből ismerhetjük meg Rapture sivár világát. A játék kezdete sokak szerint egy kicsit lassú, és tényleg hasonlít egy hangyányit az eredeti játékhoz, de emellett egy teljesen új narratívát is behoz a játék világába, a harcjelenetek pedig eszméletlenül szórakoztatóak. But take heart, out of your pain, paradise was born. Második, Among Us. Mostanában mindenki erről a játékról beszél, és nem tudjuk őket hibáztatni érte. Az Among Us tényleg hihetetlenül szórakoztató. A játékosoknak különböző feladatokat kell elvégezniük, miközben egy, vagy kettő, vagy három imposztor ólálkodik körülöttük, és egyenként kiiktatják őket. A 2020-as berobbanása óta az Among Us az egyik legnagyobb névvé vált a játékpiacon, ami hatalmas teljesítmény a relatíve kicsi fejlesztő csapattól. Relatíve kicsi alatt három személyt értünk. Az óriási siker miatt az Among Us 2-t parkolópályára tették, hogy új fejlesztéseket, karaktereket és pályákat emelhessenek be az alapjátékba. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Carrion. Soha nem gondoltuk volna, hogy egy fogakból és zsigerekből álló groteszk lénnyel játszani ennyire szórakoztató lehet. A Carrion nevű játékban a játékosoknak pontosan egy ilyen szörnyűséget kell irányítaniuk egy kutatóintézeten keresztül, a végső cél pedig nem lehet más, mint a szabadulás. A lényel katonákat és tudósokat kell megennünk a kijutáshoz, és minden gyilkossággal újabb képességekre teszünk szert. A többi fordított horrorjátékkal ellentétben a Carrion ellenségei okosak és tudják, hogyan védjék meg magukat. Ettől azonban az élmény csak még valóságosabbá válik. Melyik játékot kedvelitek ezek közül? Van még olyan játék, amit esetleg lehagytunk a listáról? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!